Köszöntöm nézőinket, önök Telena magazinunkat látják. Eperjesi Tímea vagyok, mutatom, mivel készültünk. Szoborpark avatás, Rül Gizella kertjében jártunk. Társasjátékvár Egyesület, közös hobbi és szenvedély. Hogyan mozgassuk át nyáron kedvenceinket? Tolna megyei ebtenyésztők és ebtartók egyesülete osztotta meg velünk tanácsait. Rül Gizella műgyűjtői tevékenysége már ismert, nemrég pedig valami igazán különlegeset hozott létre kertjében. Szoborparkot alakított ki, amivel Bakó László alkotóra is megemlékezik. Írkél a lábhatáron, tudtam, hogy álmom végül teljesül. Egy villanás, ó Istenem, a kabát elzűnt hirtelen, ott maradt egy szürke rony, és él magányosan. Most visszahár a kezdetekhez. Gizi, ahogy barátai, ismerősei szólítják, izgatottan várta udvarában a vendégeket. Régóta készül ennek a projektnek a megvalósítására, nagyon sok munkát és energiát fektetett bele. Többek közt Bakó László munkája is megtalálhatóak már kertjében. Bakó László igazából kőfaragó volt, tehát annak indult, aztán a szobrászat felé természetesen elment. Hát egy nagyon aranyos ember volt, nekem jó barátom volt, egy kis mackó, sajnos nagyon korán el kellett mennie, és itt a megnyitó beszédben is Sasi szövegében elhangzott, hogy több végén égette a gyertyát. De én úgy gondolom, hogy nagyon tehetséges alkotóművész volt, és ott voltak méltatlan körülmények között ezek a szobrok, és évek még Laci életébe tervezgettük a szoborpark ötletét, akkor Várdombon a házuknál lett volna, de hát el kellett mennie, és hát én úgy gondoltam, hogy méltóbb helyet érdemelnek, és ezért vásároltam meg a szobrokat. Most ennek a szoborparknak van egy olyan része, ami itt a kertbe állandóan ki lesz állítva, a megfelelő talapzatokra letett alkotások. És a mostani alkalomra én úgy gondoltam, hogy a gyűjteményemből ezeknek az embereknek, akik eljöttek és megtiszteltek engem, más alkotókat is szeretnék megmutatni. Egy részük itt a kertbe lett elhelyezve, másrészt meg a folyosón csináltunk egy kiállítást, illetve itt-ott-amott, úgy eldugva, nem nagyon eldugva, hogy azért megtalálható legyen, nagyon sok művész munkája megvan. Én direkt nem feliratoztam, én úgy gondoltam, hogy az alkotás hason a látogatóra. Hát elég nehéz volt, mert hát egyrészt ugye a kő az nehéz, és aki ide szállította, az is megijedtek, amikor ideértünk, hogy itt nem lehet bejönni autóval, mert előtte évben hoztuk rendbe a kertet, tehát itt úgy kellett kézi erővel behordani a köveket. Hát volt szentségelés, de megoldottuk. És hát ugye nagyon rossz állapotban voltak a szobrok, meg szobordarabok. Tehát nagy munka volt az, hogy összehozni, hogy ez most így nézzen ki. Hát én azt gondolom, hogy talán szép. Kőfaragó barátom Morvai György, ő restaurálta is a dolgokat, meg csiszoltunk, meg hát minden ilyesmit csináltunk. Tisztítottuk, magas nyomásúval lemostuk a szobrokat, mert volt olyan, amit félig földbe eltemetve találtunk meg, és hát rendbe kellett tenni. Tehát nagyon sok, most tavaly nyár óta dolgozunk rajta tulajdonképpen, tehát egy évbe tellett, amíg eljutottunk ide. Ez a mi otthonunk. Viszont ha egy csapat, vagy akár magánszemély is bejelentkezik, hogy szeretné megnézni, akkor ugyanúgy, ahogy 21 éve a gyűjteményemet megnézheti, úgy a szoborparkot is. De azt ugye az otthonomban
nem nyitom ki a kaput, hogy bárki bejöhessen, tehát én úgy gondolom, hogy itt érték van, de aki értékeli ezt, annak én nagyon szívesen megmutatom. Bakó Mária Lujza, Bakó László húga elérzékenyülve csodálta az elkészült szoborparkot, és emlékezett vissza testvérére. Nagyon köszönjük a Gizellának, hogy ezt megvalósította. Nagyon meghatódtam tőle, és igazán örülök, hogy a testvéremnek néhány szobrát itt láthatom újra, szép környezetbe. És köszönöm a lehetőséget. Mi nagyon jó testvérek voltunk. Amikor egyikünk vagy másikunk bajba került, akkor mi mindig ott álltunk a másiknak a pártján, meg ott álltunk mellette. Ő olyan szempontból egy érdekes egyéniség volt, hogy a külvilágnak a dolgaira talán nem reagált olyan intenzíven, mint az emberek többsége. Neki volt egy külön világa, ez az ő művészetében is megtestesül, a szobraiba is. A felesége az mindvégig mellett áll, támogatta őt ebbe. Sokszor a családi élet rovására is ment talán, de a fia is, lánya is, azt hiszem, hogy mindketten büszkék az ő apjukra. És hát én meg nagyon örülök neki, hogy így megmaradt a testvéremnek néhány szobra. És köszönöm szépen. A megnyitón Rubányi Anita gyönyörű szavalása sem maradhatott el, aki egy verscsokorral tette színesebbé a délutánt. Minden évben egy-egy fátyol hullott le rólam, mégis csupa a fátyol a lelkem, s búsan hátrálnak az évek. Ki fog meg engem, mint a hal kisiklom, Proteuszként változom, és elomlok, mint síma hab. Ó, változom, s elomlok, míg élek, s minden marokból kisiklom. 104 társasjáték tulajdonosa, a Társasjátékvár Egyesület alapítója és vezetője. Nagy Zoltán János mutatta be nekünk a táblás játékok világát és szervezetüket. Minden játékosnak az a feladat, hogy minél több pontot szerezzen, és ezt úgy tudjuk elérni, hogy lapkákat fogunk majd a saját kis birtokunkra lehelyezni, ami ugye ez, és ehhez, hogy le tudjuk helyezni, minden egyes körben fogunk dobni a kockákkal. És a kockák kiadnak bizonyos értékeket, és miután dobtunk a kockával, akkor meg tudjuk állapítani, hogy milyen akciót hajtottunk végre. Már gyerekkoromban is nagyon szerettem társasjátékozni. Édesanyám, édesapámmal, a testvéremmel játszottunk nagyon sokat, de aztán így, ahogy így növekedtem, így ez abba maradt, és nem jutottunk odáig, hogy játszunk. De így az érdeklődésem is teljesen megszűnt ebben az irányban. Viszont eljött ez a ezelőtti 4-5 év, és azt gondoltam, hogy jó lenne megint feleleveníteni, és elsősorban ez a gyermekemnek a megszületését követő pár év, amikor már ő is nagyobb lett, és igényeltük esetleg azt, hogy játszunk együtt. És ezért sokszor előfordult, hogy böngésztem az internetet, most neki milyen társasjátékot érdemes esetleg vásárolni. Nagyon sok fórum már kialakult erre, akkor észrevettem, hogy rengeteg ugyanúgy társasjátékkal foglalkozó klub, egyesület már akkor is létezett, ezelőtt 4-5 éve. És sikerült odáig eljutnunk, hogy az egyik kedves ismerősömmel úgy döntöttünk, hogy megszervezünk egy ilyen programot, gyakorlatilag egy időpontban, hogy összejövünk páran és játszunk egyet. Ez itt volt a Magház épületében,
2021-ben, amikor a Covid ütötte fel a fejét, és ilyen vicceshez így belegondolni, hogy akkor akartunk közösséget építeni, amikor legnagyobb bezárás került napirendre, de sikerült elindítanunk egy ilyen magot, először egy 4-5-6 főből álló csoportot, és ez volt 2021-ben, és ezután, ezt követően sikerült addig eljussunk, hogy már egy 10-15 emberrel összejöttünk havonta egyszer játszani, és ezután már afele kezdtem gondolkodni, hogy akkor lehet, hogy ebből lehetne egy egyesületét is csinálni. Így született meg az ötlet, és 2 éve, már 2,5 éve alakultunk meg, mint egyesület. Most idén márciusban volt 2 éve. Még csak havonta egyszer találkozunk, és általában szombatonként a Tornai Martinek házban, vagy már sikerült odáig eljutnunk, hogy a Tornai Kulturális Központ biztosít nekünk egy termet itt fönt a Lovarda épületében, és ott egy 15-20 fő teljes mértékben elfér. Havonta egy találkozón kívül pedig részt veszünk különböző városi rendezvényeken. Ott érvényesül szerintem igazából az egyesületnek a lényege. Ugyanis ott kiülünk játékokkal, és bárki oda jöhet, és bárkit meg tudunk ismertetni játékokkal. És számunkra ez is lenne a cél. Mivel az egyesület célja, elsősorban a célja, hogy a társasjátékokat és a társasjátékozást népszerűsítsük. És ezáltal egy kicsi életet vinni a mai fiatalok életében, mert ugye nagyon sokszor hallani azt, hogy a fiatalok csak számítógépeznek, mobiltelefonoznak, és ez talán egy kicsit interaktívabb program lehet számunkra is. Az életkort nem tartom jó ötletnek korlátozni, viszont valamilyen szinten szükséges, mert egy kor előtt azért szükséges esetleg a szülőnek a jelenléte a gyermeknél. Nem feltétlenül fogad el tőlünk olyan javaslatokat a játékban, vagy bármit, amit esetleg még otthon a családban. Igen. Mi személy szerint a társasjátékos alkalmakkor nem korlátozzuk a gyermekek, vagy hát az életkort. Pontosan ezért, mert úgy vagyunk vele, hogy sőt ez is a tapasztalat, hogy akik jönnek kisgyerekkel, jön az anyuka, a apuka is. Összességében a társasjátékokat 3 nagy csoportra oszthatjuk, hogyha arról a társasjátékozásról beszélünk, amikor leülünk az asztalhoz és előveszünk egy táblát, és játszunk. Most egy táblát, nem biztos, hogy táblát, de valamit magunk előtt egy dobozból is játszunk. Vannak kooperatív társasjátékok, ez azt jelenti, hogy együttműködésen alapulnak. Az egész asztalnál ülő társaság vagy nyer, vagy veszít, és mindenki ugyanazért a célért dolgozik. Ez az első. A második csoport az a kompetitív társasjáték, amikor pont gyűjtögetés zajlik. Minden egyes asztalnál lévő játékos a saját pontjait gyűjtögeti, és a végén a legtöbb ponttal rendelkező játékos lesz a győztes. És van a harmadik csoport, az a konfrontatív, ugye benne van a nevében is, hogy erősen konfrontálódnak a játékosok egymással. Itt már azért olyan játékosok játsszák ezt, akik már nem először játszanak, és van benne tapasztalatuk abban, hogy mit jelent az, hogy konfrontálódok a másikkal. Ugye nem mindenki viseli el a vereséget, nem mindenki tudja ezt megfelelően kezelni. Ez a 3 csoport van, és ezen kívül vannak olyan társasjátékok, amik nagyobb volumenűek, vagy regény alapúak, ugye ezek a képregényen alapuló RPG játékok, úgynevezett RPG játékok. Talán régen volt ez a Kalandor. Van egy mesélő, és akkor a mesélő egy
vagy saját maga generál egy történetet, mert annyira magabiztosan már érti ezeknek a társadalmi lényegét, és kitalál különböző szerepeket, vagy egy meghatározott, akár könyv, akár bármilyen vezérfonal alapján ő elmesél egy történetet, és ebbe a társas játékos résztvevők pedig kapcsolódnak, valaki egy varázslóként, valaki a rossz gonoszként, és gyakorlatilag így a történetmesélő végigvezeti őket egy történeten, mint hogyha egy film lenne. Minden korosztálynak így nagyjából itt megtalálhatók társasjátékok, mind abból a három kategóriából is, amit említettem, tehát kooperatív, kompetitív és konfrontatív. Különösen bonyolult társasjátékoknak az a feltétele, hogy az ember már játszott hasonlóval. Ugye nagyon fontos a társasjátékozásban, és azért is fontosak ezek a közösségi alkalmak, amikor játszunk a városi rendezvényeken, hogy belépő szintű társasjátékokat javaslunk. Azokkal pár szabály, nagyon könnyű elmagyarázni, és utána már azonnal lehet játszani. És a játékos azzal találkozik szembe, hogy jól érzi magát, és nem azzal, hogy fél óráig keresztül ül az asztalnál és hallgatja a játékszabályt. Valaki képes rá, nyilván, meg aki már úgymond felnőttebb, de egy gyermeknek mindenképpen fel kell építeni ezt a rendszer gyakorlatilag. És igen, tehát ezeknél a nagy volumenű játékoknál fontos az, hogy valaki már játszott hasonlóval, és ezek után képes befogadni annak a szabályát. De tehát hallani olyas valakiket is, így a környezetünkben, akik egy bizonyos játékkal játszanak hónapokon keresztül. De tehát nyilván ezek a mesélős játékok elsősorban, viszont van olyan társasjáték, amivel mondjuk 3-4-5 órát játszanak, és akkor lesz vége, de valaki ezzel játszik, akár tényleg hónapon keresztül, mindig ugyanazzal. Változatosak ezek a társasjátékok, mert mindig más a kimenetele, mindig lehet benne újat találni, és ezért is jók ezek. Ezen a sávon látható az, hogy milyen magasan van a repülő, ezen pedig az, hogy maga a kifutópálya, ugye ez szimbolizálja a kifutópályát, az milyen közel van. Népszerű játék manapság a légitársaság, amiben két személy játszik egy közös cél elérésének érdekében, ugyanis együtt kell landolni gépükkel. És ezeket a kockákkal mindenki titokban, az is van itt az a kis paraván, titokban dob a kockákkal, és miután a kockadobás megtörtént, már nem kommunikálhatnak a játékosok, és a megfelelő helyre le kell pakolgatni a kockákat, tehát például ki kell nyitni a fékszárnyat, növelni kell a hajtóerőt. Az Egyesület idén nyáron megtartja a második Dél-Dunántúli Társasjáték Klub találkozót, ahol kapcsolatot építhetnek hasonló egyesületekkel, klubokkal. Bemutathatják egymásnak az újdonságokat, tapasztalatot cserélhetnek, és kikapcsolódhatnak a táblás játékok által. Szeretnének ebből egy hagyományt kialakítani. Nagyon sokszor gondolkodtunk arra, hogy lehetne a környéken népszerűsíteni ezt a műfajt. És arra jutottam, így kutakodtam az internet segítségével, ismerősök által, hogy a térképet, ha Magyarország térképet elképzeljük, akkor a dél-dunántúli régió, az a Pécs, talán Pécs kivételével elveszik a társasjátékos mezőnyben, úgymond. Inkább a budapesti, Duna-Tisza köze, ami így nagyon társasjátékokkal foglalkozik, ott sűrűn előfordulnak azért egyesületek és klubok is, de ez a régió itt a környékünkön nem. És ezért is gondoltunk egy nagyot, és tavaly évben megrendeztük az első dél-dunántúli társasjátékos klub találkozót. Ez annyit akar, hogy meghívtunk klubokat, egyesületeket, feltörekvő szervezeteket. Összesen 6-7 szervezet jött el, és körülbelül 60-65-en voltunk. Ezt elég nagy eredménynek tudhatjuk be, legalábbis mi annak gondoltuk, mert a visszajelzések is nagyon jók voltak, megpróbáltuk színvonalasan megszervezni,
és úgy gondolom, hogy sikerült is. Havonta egy találkozón kívül pedig részt veszünk különböző városi rendezvényeken. Ott érvényesül szerintem igazából az egyesületnek a lényege. Ugyanis ott kiülünk játékokkal, és bárki oda jöhet. És bárkit meg tudunk ismertetni játékokkal. És számunkra ez is lenne a cél. Mivel az egyesület célja, elsősorban a célja, hogy a társasjátékokat és a társasjátékozást népszerűsítsük. Most rövid reklám következik, maradjanak velünk! Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni jármű állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállítatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést is javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel, nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szentesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Ha vasárú, akkor Bajai és Fia Kft. Tolna. Finom, durva és horgonyzott lemezek, zárt szelvények, idomacélok, köracélok, varatos és varat nélküli csövek, bordás betonacélok, AD-hálók széles választékban. A megvásárolt szálanyagokat a helyszínen méretre vágjuk. Vegye meg nálunk a hegesztéshez szükséges húzalókat, elektrótákat. Kínálunk még alumínium létrákat széles választékban. Ha anyagmozgatások gondja, vegye meg nálunk talicskáját. Ne feledje, ha vasárú, akkor Bajai és Fia Vasútvar Tolna. A Volt Patex területén. Telefon 74-es körzet 443-215. A nagy energiaszinten rendelkező kutyák nyáron sem hagyják a gazdikat pihenni, hiszen nekik ilyenkor is hatalmas a mozgásigényük. De hogyan tudjuk biztonságosan lefárasztani őket ebben a melegben? Kis Anikó, a Tolna megyei ebtenyésztők és ebtartók egyesületének elnöke fogadott minket pályájukon. Rengeteg hasznos információt tudhattunk meg tőle. Vannak olyan bizonyos jelek, amik megjelennek, amikor már kezdenek túlhevülni, hogy a testhőmérsékletük melegszik, ők csak a nyelvük felületén képesek párologtatni, és ezért hamarabb hajlamosak arra, hogy túlhevüljenek. És például ilyen jelek, amikor túlzottan lihegnek, és már szinte megállás nélkül folyamatosan lihegnek, a pulzusok, szívverésük felgyorsul, akár az ínyük, a nyelvük is elszíneződhet sötétebb színre, de hányás is jelentkezhet, ezek már tényleg olyanok, amikor azonnal abba kell hagyni és orvoshoz fordulni. Tehát ezt mindig törekszünk arra, hogy soha véletlenül sem érjük el itt a kutyasulis foglalkozáson. Alapvetően nálunk engedelmes tréningek vannak, ami hát azt jelenti, hogy ez a klasszikus láb mellett követés, jön a kutya, feladatokat hajt végre, és mindez csoportban, tehát több kutya egymás mellett végzi. Ezáltal megtanulják a feladatok végrehajtás mellett azt, hogy más kutyák társaságában is szépen rendesen viselkedjenek, és tényleg ne legyen rájuk az utcán sétaközben sem probléma. Amire ilyenkor nyáron nagyon figyelni kell, akár az otthoni lemozgatásnál is, hogy ezt a túlhevülési pontot ezt ne érjük el a kutyáknál,
mindenképpen olyan feladatokat válasszunk, amik nem nagyon erőteljes fizikai aktivitással járnak. Például ne ilyenkor akarjunk velük futni menni, reggel 9 óra körül, mert az nagyon sok lesz a kutyának már. Próbáljuk meg, hogyha egészségügyi sétára kell őket levinni napközben, azt is röviden intézni, és a betont is elkerülni, mert a kutyáknak nem csak a nagyon meleg, de a talpuknak a forró beton, a forró homok is nagyon ártalmas lehet. A szobában is lehet számos gyakorlatot elvégezni, vagy akár kint az udvaron árnyékos helyen. Ilyen például egy szimat munka, leegyszerűsített változata. Kis utalomfalatokat elrejtünk akár a lakásban, akár az udvarban, kis ilyen dobozkák, vagy bármilyen, tényleg bármi használható erre, akár homokozó játékok alá is, és a kutyának ezeket kell megkeresnie. Ugyanis a mentális fárasztása a kutyának épp olyan fontos, mint a fizikai, és ebben a melegben erre sokkal jobb lehetőségek adódnak, és sokkal nagyobb szükség is van, mint tényleg a kutyának a futtatására, egy intenzív labdázásra. Amit még csinálhatunk, az a trükktanítás például. Nagyon jó kis videók érhetőek el az interneten, vagy leírások, és az, hogy megtanítunk akár napi egy-két trükköt a kutyának, és utána ezeket gyakoroljuk vele, ez is nagyon el tudja fárasztani. És utána akár hosszabb időre is kidől és elalszik. Amivel segíthetjük a kutyánkat, mindenképp, hogyha az udvarban tartjuk, akkor legyen számára egy árnyékos hely, ahova elvonulhat. Az én kutyusom például nagyon szereti a szigetelt kutyaólat ebben a meleg időben is. Nálunk ez fent van egy fedett teraszom, és oda be tud húzódni, hogyha melege van és ott alszik. Mindig legyen a kutya előtt friss víz, amit naponta többször is cseréljünk le. Nagyon fontos, hogy amint említettem is, a kutyák nem tudnak izzadni, és a friss vízzel azért tudják hűteni magukat. Ami még fontos lehet, be tudunk szerezni akár egy hűtőmatracot, vagy akár kitehetünk egy kis vizes lavort, pici medencét az udvarba a kutyának, nagyon szívesen bele mártóznak ebbe is. A szobában viszont a klímával nagyon figyeljünk, mert a túlzott hűtés az ártalmas lehet a kutyára, ugye meg tudnak ők is fázni. Valamint, hogyha a nagyon hideg helyiségből kimennek a nagyon meleg udvarba, az sem tesz nekik jót, tehát az ilyen nagy hőkülönbség. Nyáron még nagyon ajánlom a kutyás strandok felkeresését, a Balatonparton is van, a Velencei tónál és Pécs mellett is. A kutyák nagyon szeretik, és ezek általában olyan helyek, ahol a kutyák és a gazdik együtt fürödhetnek. Természetesen minden kutyástrandon be kell tartani az oda vonatkozó etikettet. A legtöbb kutyástrandon szerencsére van kutyás bejáró is, tehát a partról semmiképp sem kell a kutyának beugrani a vízbe, hanem ezek ilyen rámpák, és ott könnyen be tudjuk csalogatni, akár egy kis jutalomfalattal, akár a kedvenc játékával. Az a fontos, hogy nem szabad erőltetni, semmiképp se dobjuk be a kutyát a vízbe, hogy tessék úsz, mert az neked majd jó lesz, mert akkor lehet, hogy ezt a félelemérzetét vagy bizonytalanságát csak tovább fokozzuk. Tehát próbáljuk meg valahogy finoman becsalogatni. Hogyha a kutyus szereti a pocakját, akkor tényleg jutalomfalattal vagy kedvenc játékkal, és szépen fokozatosan. Az se baj, hogyha az első alkalommal nem fog a vízben ugrálni és önfeledten játszani, meg fogja szokni. Viszont vannak olyan kutyák, amik tényleg nem szeretnek fürdeni, akkor az ő esetükben érdemes akár egy kicsit lemosni őket, hogy a testük ne hevüljön túl. Viszont a kutyástrandon, a vízparton is kell arra figyelni, hogy ott is kaphatnak hőgutát, vagy túlhevülhet a kutya teste. Tehát mindenképpen hűteni ott is érdemes, hogyha nem megy be magától a vízbe. Zsivány épp a homokozó eszköz alatt eldugott nasikat próbálja megszerezni egy árnyékos részen. Lednecki Mercedes oktató mutat be vele pár feladatot, amit otthon is el lehet végezni ilyen melegben. Ő egy Moody Mix, hatalmas energiaszinten rendelkezik, minden, hogy látjátok. 4 éves, és igen, mindenről van véleménye. Jó. És BH2-es munkavizsgával rendelkezik. Most fogjuk csinálni először. Hát ő egy nagyon lobbanékony kutya. Ezek különböző trükkök, és majd egy keresés lesz a végén. Jó? Jó. Figyelj. Ja. Ja. Szuper. Le. Be. Bravo. Figyelj. Le. Le.
Önök a Tolnatáj Televízió Telena című magazinját látták. Tartsanak velünk legközelebb is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!